Sziasztok, mai Photoshop videómban egy kicsit minkelünk, méghozzá rúzsazzuk az ajkakat. Ha meg szeretnénk változtatni a fotóalanyunk rúzsának a színét, vagy ha az alany egyáltalán nem használt rúst, akkor a most bemutatott eljárást ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Itt az alany olyan visszafogott színű szájfényt választott, ami az ajkak természetességét emeli ki, illetve az ajkaknak a szépségét, mi most ezt fogjuk megváltoztatni. Először is csinálunk egy kiválasztást a lasszó eszközünkkel. Hozzávetőlegesen elég csak ezt körbekeríteni, mert a végén úgy is el fogjuk távolítani, és fölösleges most bívelődni, hogy így abszolút Precízen próbáljuk a lasszó eszközzel körbe keríteni az ajkokat, úgy se menne. Na már most, ha ezzel vagyunk, akkor a Layers panel alján kattintsunk a Create New Adjustment Layer ikonra, és válaszuk ki a Hue Saturation, vagyis a színezett telítettség lehetőséget, és válaszuk ki, a célzott korrekciót, akkor működik a célzott korrekció, ha megjelenik ez a kis pipetta eszköz. Álljunk az alsó vagy a főső ö, ajkakra, és húzzuk el, meg, nyomjuk meg az egének a bal gombját, és húzzuk folyamatosan, ameddig a kívánt ö, szint el nem akarjuk érni, vagyis el akarjuk érni. Ez ö, a, módszer az azért jó, mert az ajkak természetes színárnyalatával játszik, anélkül, hogy színeznénk az ajkakat. Ha ezzel így megelégszünk, akkor nyomjuk ki ezt a panelt, és látható, hogy ez a korrekciós étek már egy eleve egy fekete maszk mögé rejtette a kijelölt ö, ö, részünket, ezért most a felesleges bőrdarabokat fogjuk most eltávolítani, úgyhogy válasszuk a brás eszközt, fontos, hogy light szélű ecset legyen maradhat 100%-os átlátszatlansággal, és most fekete előtér színnel fogunk dolgozni, hiszen most el akarjuk tüntetni, nem pedig ö, előhívni a felesleges bőr részt távolítjuk most el. Sokkal könnyebb kiradírozni a felesleget, mint precízen kijelölni. Így csak tényleg pár másodpercet vesz igénybe. Hát nagyjából így néz ki, hogyha az összes felesleges részt eltávolítottuk a lány ajkáról, de hogy leellenőrzzük magunkat, magunkat, kattintsunk a fekete réteg maszkra, és könnyen le lehet ellenőrizni, hogy nincs-e túllógás, vagy itt az én még hagytam felesleget. úgy. Fogadjuk el, hogy ez jó, kattintsunk vissza a gomb lenyomásával erre. És akár így is meg is állhatunk, hogyha a lánynak a, az ajak színének telítettségével akarunk játszadozni. De itt még egy kicsit maradt, Mert így is látható már az eredmény, hogy ilyen volt és ilyen lett. És persze ilyenkor is lehet a, a rétegnek az átlátszatlanságával játszadozni egy kicsit. Amennyiben az alany nem használt rúst vagy szájfényt, és drámaibb színváltoztatást szeretnénk elérni, akkor foghatjuk, ugyanúgy maradhat ez a korrekciós rétegünk. Csak most bekapcsoljuk a színezés lehetőséget, és a telítettség értékével játszva beállíthatjuk a megfelelő színhatást. inkább a pirosabb fele megyek el. Kicsit a fényerővel is játszhatunk. Rámegyünk a fekete maszkra, és ahol egy kicsit, itt jobban látszik, hogy ahol kilógott egy kicsit, az szépen el lehet tüntetni. Hát, szerintem ez teljesen megfelel. Ugye ebből indultunk ki, ebből a természetes szájfényezett ajkakból, és hozzáadtunk színt. Tehát meg lehet nézni, hogy ilyen volt, és ilyen lett. Ha tetszenek a videóink, akkor iratkozzatok fel minél többen a csatornánkra. Sziasztok!